Speciális játékeszközöket adtak át a Pesszentlőrinci Bóbita óvodában. Az úgynevezett világjátékkal a gyermekek szituációkon keresztül kicsinyített figurákkal kifejezhetik érzéseiket, ezáltal fel lehet tárgyalni bennük lévő sérüléseket. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy egyre több gyermek szorul pszichológusi segítségre, és ezzel a teszttel az óvodapszichológus fel tudja mérni a gyerekeknek a lelki állapotát, tud nekik segíteni. Ezért fordultam kérelemmel az önkormányzathoz, hogy segítsenek abban, hogy itt a Bóbita óvodának, illetve az óvodapszichológus által ellátott másik három óvodának legyen egy ilyen világjáték tesztje. Manapság az óvodáskorú gyermekek körében a szorongás és a magatartás problémák gyakori esetnek számítanak. A játék azok számára a legmegfelelőbb, akik beszéddel nem tudják kifejezni magukat, nehezen lehet velük kapcsolatot teremteni. Megfigyelhető az, hogyha van egy szorongó gyerek is, ő is nagyon hamar átáll, mert ez egy játéki élményt nyújt a gyerekeknek, és utána elfelejtkeznek arról, hogy ez egy feladat, vagy egy olyan szituáció, amiben ők magukról mesélnek, ők ezt konkrétan nem is tudják. És ez a játék élmény elviszi őket, és szabadon meg spontánul nagyon hamar ki tudják fejezni azt, ami bennük van. A játékok megvásárlását az önkormányzat több mint 500 000 forinttal támogatta. Szakemberek, ha úgy gondolják, hogy ez egy nagyon hasznos és hatékony eszköze lehet a gyermekeink, az óvodásaink személyiség fejlesztésének és a lelkükben dúló problémák, konfliktusok kezelésének, akkor úgy gondolom, hogy kötelesség az önkormányzatnak segíteni ebben, és hál' Istennek megtehettük, és tudtunk segíteni. A kerületi óvodapszichológus évente átlagosan 100 pszichés problémákkal küzdő gyermekkel foglalkozik. A világjáték segítségével remélhetőleg ez az arány csökkenni fog.